December közepén még biztosan állított a Gulyás Gergely a kormányinfon, hogy nem vezetik be az új nemzeti alaptantervet. Most az Emberi Erőforrások Minisztériumánál azt állítják, ősszel mégis lesz újnat. Hogy miért nincs egyetértés a hazai oktatás egyik legfontosabb dokumentumáról, azt Kunhalmi ágnestől kérdezzük. Kulhami Ágnes, az MSZP választmányi elnök, a vendégem. Jó estét kívánok! Hallgattam már itt a stúdióban, ugye, ezt a beszélgetést, legalábbis a Kibeszélnek, vagy feladatot hajtanak végre azok a fideszes vezetők, akik most bírálják a pártot belülről? Csak kíváncsi lennék a véleményére. Mert hogy ezen polemizáltak itt az urak az imént? Szerintem... Korábban is voltak olyanok, akik kritizálták a Fideszt. A Ó, azért egy kézen megszámolható. Kevesebb, most több van az önkormányzati választás óta, ahol csúfos vereséget szenvedtek, de nincs ez a meccs még megnyerve 22-re. Tehát amikor ön azt mondta, hogy egyébként félig me megrogyott Fidesz, hát a biztos szavazók között 50 a van, viszont... Publikus mért 48 viszont, viszont az Ávecné 50, 48-50, szóval viszont 44 a van a teljes ellenzéknek. És amikor azt tetszett mondani előbb itt a kollégáknak, akik ültek, hogy a félidős eredmények, azok mutattak már nagyon jót, és aztán nem lett belőle semmi, sőt kétharmad lett, akkor azt kell hozzátennem, igen, mert nem volt olyan összefogás, mint amilyen az ön kormányzati választásokon most meg tudtunk csinálni. Tehát a recept 22-re, hogy nem dőlünk hátra, hanem kőkeményen, három a magyar igazság, közös lista, közös miniszterelnök jelölt és közös jelöltek a 106 egyéni körzetben. Ha ebből a háromból csak bármelyik megbotlik, vagy nem sikerül, vagy nem teljesül úgy, föl se tud menni az ellenzék az országgyűlési választásokon a versenypályára se. Nem lehet botlani, akkor ebbe kapaszkodnék bele. Érte -e veszteség a szocialista pártot Szanyi Tibor kiválásával? Arra gondolok, hogy ha az ellenzéki összefogás egyik fontos pártjában vannak belső, nem tudom én, viták, elrendezendő ügyek, az valószínűleg az egész szövetségnek. Árt vagy használattól függ, hogy ez veszteség volt, vagy nyert? Nézze, mindenki, aki elhagy egy szervezetet, főleg olyan régóta politizáló, és hát jól ismeri a magyar társadalom és a szavazóbázis Szanyi Tibort, minden jó, és, előnyös és előnytelen oldalával együtt, olyan szany is volt ez az egész, amit, ahogy ezt is csinálta, és szerintem meg fogja bánni a Tibor. Mint ahogy már mondogatja is, hogy a baloldali tömörülésnek, ami a párton belül a legbalosabbak tömörülése, azért, azért ott szeretne maradni. Szóval szerintem kár, hogy elment, de kár hogy hányan mennek el, mert legalább ugyanannyian, hanem többen be is lépnek a szocialista pártba, hál' Istennek. Szóval én sajnálom őt, Pár tagjaik száma lehet, hogy bővül, én azt nem látom. De azért. Új a szimpatizánsok száma. Új vezető arcokat én nem nagyon látok a szocialista pártban, ugyanazokkal az emberekkel beszélgetünk most már évek. Hát út. nézze, az MSZP egy régi párt, ugyanazokkal beszélget, most is fekete Győr András évek óta betölti a Momentum elnökségi tisztét, megint ő lesz évekig. Tehát aki még először friss, aztán már kicsit én is örege, öregecske leszek, azt mondják, meg ő is öregecske lesz. Tehát aki még először fiatalnak tűnik, és hamvasnak és újnak a politikában, az eltölt öt évet, eltölt 6 évet dolgozik keményen nap, mint nap a választók szeme előtt, az ugyanúgy idős lesz. Ezért tartottam mindig nagy butaságnak, hogy összeugrasztani az időseket és a fiatalokat, mert nem ezen múlik. Mind kinek milyen a gondolkodása, azon múlik. Na beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy nőként, és ráadásul olyan nőként, aki politikusként gyakran kiállt a nőket érő és a családon belüli erőszak ellen. Mit gondolt akkor, amikor látta Varga Judit igazságügyi miniszter filmjét az éró toleranciáról? Mert hogy ennek örülnie kellett? Tehát felment szerint. a pumpa benne. De miért? Olyannyira felment, hogy egyből megkerestem az országgyűlési képviselőtársaimat, és tíz ellenzék országgyűlési képviselőtársammal együtt egy közös közleményben ítéltük el, hogy nem propagandisztikus más filmet kell készíteni, hanem az isztambuli, az egyébként a kormány által aláírt, de nem ratifikált, tehát jogszabályokba, a hétköznapi életet menedzselő jogszabályokba nem átültetett isztambuli egyezményt kell már végre a kormánynak komolyan venni? A kérdésem az pontosan erre vonatkozik, tehát ha a kormány abba az irányba lép, amerre önök szeretnék, csak nem arról, nem jobbról, hanem balról indul el. Még csak ez sincs. Akkor mi azzal a baj? Nem az a baj. az történik, ez amit szeretnének. A, a, nem ez történik, mert egyrészt a végét mondja a miniszterasszony. Tehát egy családon belüli, vagy egy tragikus esemény, egy haláleset mert hogy minden héten meghal egy nőtársam. Lehet, hogy ebben a, ezen a héten pont ebben a percben ütnek agyon valakit. Ő a győri esetre kihegyezi, miközben a győri eset óta öt férfi, öt nőtársunkat ölt meg Magyarországon. És nem beszél erről, nem beszél a prevencióról, és nagyon-nagyon messzire kikerüli a párkapcsolati erőszakot. pedig itt erről van szó. Nem lehet összekeverni az általános halálesettel végződő bűncselekményeket a családon belüli vagy a párkapcsolati erőszakban szenvedő gyerekek és nőknek a, az életével. És ez a legszomorúbb ebben, hogy ezt egy egyszerűen hisztinek nevezi, egy gender hisztinek nevezi, miközben, és ezért vagyok nagyon ideges, ő beszél a gender kérdésről. Soha nem lehetett volna nőként uh, diplomája, nem járhatott volna nőként a jogi egyetemre ez a nő, hogyha az elődei, akiket ő hisztisnek nevez, meg lenéz, akik a genderért harcoltak, nem harcoltak volna. 1945-ig Magyarországon nem lehetett a nőknek a jogi egyetemre beiratkozni, csak bölcsészkarra. Mert akkor azt mondták a férfiak 1945 Magyarországán, hogy a menstruációs hiszti miatt nem tudják a bonyolult jogi eseteket megoldani. Hát kérem, a valamikor a nőknek nem volt szavazati joga, nem járhattak iskolába, és most egy nőmi miniszter mondja azt egyébként, hogy vagy mellőzi ezt az egészet, és kikerüli, és elkeni. Romániában. Pár hónappal ezelőtt lemondott a belügyminiszter, mert a román rendőrség hagyott meghalni egy 15 éves gyermeket, azt hiszem kislányt, akit elrabolt. Igen, elrabolták. És itt, kienged Magyarországon, itt kienged Magyarországon egy olyan bűnelkövetőt, aki agyonüti a két kisgyermekét. Azt hiszem, és azt akkor hiszem imás hogy megérke... filmel, Imás filmmel válaszol erre a miniszterasszony. Csak hogy, a, a, hogy, hogy akkor jó, látom, hogy felhúzta magát, Tehát. nagyon, és valószínűleg jobban felhúzta volna magát, mint hogyha egy férfi miniszter, igazságügyi miniszter készítette volna el ezt a, ezt a videót. Szóval, hogy az a baja, hogy Varga Judit most azoknak megy neki, akit már elkaptak, akit bíróság elé állítottak, vagy aki börtönben ül ezekben az ügyekben. De igazából ez a történet vége, tehát nem itt kéne kezdeni, Erről van hanem az. megmenteni, megóvni azokat, akik Igen. még nem jutottak el odáig, hogy Igen. már csak egy sírjuk van az egyik tenetőben. szakértőm, azt hiszem mar, nem ma reggel, vagy tegnap reggel, nem tudom, pont az ATV Start című műsorában uh -huh. rendkívül jól fogalmazott, hogy nem látja a fától az erdőt. Ahogy az egyik országgyűlési képviselő társnő írta a közös mailbe, ahogy összeraktuk a közleményt, hogy teljesen elkeni a lényegét ennek az egésznek. Nem veszi figyelembe, hogy a rendőrség mennyire nincs felkészítve a párkapcsolati erőszaknak a kezelésére, a felismerésére, hogy a a távoltartás intézménye mennyire nem működik Magyarországon, hogy mennyire nincs képzés, képzett szakemberek, hogy például egy bántalmazott gyermek, most ne a nőkről beszéljünk. Csináltunk korábban, pontosabban a főváros csinált korábban egy mérést, hogy egy gyermekorvos szembesül azzal újra meg újra, hogy egy pici gyereken, egy négy éves kisgyereken rángatás, szorítás nyomai rajta vannak. Látszik, hogy a gyereket állandóan abúzus éri, megverik például és átmegy a védőnő kezén, átmegy az óvónő kezén, átmegy a gyerekorvos kezén, és minden jogszabály megvan. Uh -huh. És mégis átmegy, és tehát itt a lényeg az, hogy a jog gyakorlása, a szervek, akiknek a pedagógustól, az óvónőig, a gyerekorvostól, a rendőrig bezárólag... Feladatuk lenne ezzel. Az államnak lenne feladat, hogy ezeket az embereket segítse? Szeretném még kérdezni egy, egy másik nagyon fontos dologról, és körülbelül kettő percünk maradt, nemzeti alaptanterv. Ami lesz szeptembertől, tehát ezt most bejelentették. Hogy bejelentették, igen, igen, hogy 2019 igen. szeptemberétől is lesz. Most fogalmam sincs, ma egy csomó pedagógus és igazgató is kérdezte tőlem, hogy akkor melyik nemzeti alaptanterv lesz szerintünk. Mondom, nem tudom, hogy egy újat csinálnak, nem tudjuk, hogy a régit egy kicsit plastikázzák, vagy átalakítják, vagy azért, ha valamiben, akkor ebben kellene legyen egy nemzeti minimum, mert azért az oktatásügy, az nem kormányokra szól, hanem generációkra határozza meg ennek az országnak. Sos, hát semmiféle párbeszéd nincs. Semmi. Tehát... Ez a legnagyobb baj. Semmi. Se, a szak... Fogalmuk sincs arról, nem. hogy mi lesz az nem. új vagy megújuló. Nem, hát ne haragudjon karácsony terjed. előtt, a, nem kancellária miniszter, hanem a miniszterelnökséget vezető, vezető miniszter. miniszter azt mondja, hogy nem lesz. Kidobtak eh, kép, több évnek a munkáját, 2,4 milliárdot adott az Európai Unió arra, hogy ezt megcsinálják. Hol a pénz? Hogy fognak ezzel elszámolni, hogyha a Gulyás úr azt mondja, hogy nem lesz bevezetve? Karácsony után, meg a miniszter, meg az államtitkára az Emminek azt mondja, hogy már pedig lesz. Jó, de mi? melyik? És és mikor? És a szeptemberbe elég ez az idő felkészíteni a pedagógusokat? Pontosan, ahogy mondja, hát a, az a közoktatást tacsra verték. Arra most még ráereszteni egy egyébként olyan natot, amit senki nem látott, csak azt látjuk, hogy kerin körülötte takaró Mihály, és hátrafelé akarja nyilasztatni a gyerekeket, miközben 21. századi képességeket és nem bifláztatást kellene a nemzeti alaptanban. Nagyon tervedeni. sokat bírálták a korábbi natot. Mm -hmm. Nem lehet-e azt gondolni? Csak nem tudom én, jó indulattal, vagy naivitással, hogy hát jön valami korrekció, tehát kiavítják, és jobb lesz az új, mint a régi Nem. <gül> nem. <gül> okay. Hát, ha csak két percen <laughs> van, akkor azt kell, hogy jobb, nem, majd legközelebb elmondom, hogy miért nem. Rendben van, köszönöm a kimerítő indoklást, de, de tényleg <laughs> letelt az időm, folytassuk. Köszönöm, Konalmi Ágnes. Rövid reklám, és folytatódik az egyet.